Horváth Tamás polgármester személyesen köszöntötte Rákos Mente horvátországi testvérvárosának, Lovrannak küldöttségét május 16-án a Városházán. A delegáció a 33. pünkösdi kórus találkozó alkalmából érkezett a 17. kerületbe, amely eseményen a Lovrani Lovor kórus immáron 6. alkalommal vesz részt. Szilvána Stiglics, a delegáció vezetője elmondta, Lovran és Rákos Mente 2004-ben kötött testvérvárosi megállapodást, ez alatt a 20 év alatt pedig számos közös program valósulhatott meg. Nem találok szavakat. Hatalmas öröm számunkra az a sok program, ami ez alatt a 20 év alatt megvalósult. A legtöbbnek részese is lehettem. Rengeteg kiállítást szerveztünk, volt, hogy a lovraniak jöttek ide, és volt, amikor a 17. kerületi művészek mentek Lovranba. Az elmúlt évek során legalább 20 ilyen tárlatot rendeztünk. A fúvó zenekarunk is fellépett már itt, illetve mi is vendégül láttuk már Rákos Menti zenészeket. Gyakran találkoztunk a nemzeti ünnepeken is. Április 24-ére mindig meghívjuk Rákos Mente önkormányzatát. Ők pedig október 23-ára szoktak minket. De a Lovrani Gesztenye Fesztiválon is gyakran találkozik a két testvérváros. A vendégek egy festmény és további ajándékok átadásával köszönték meg a meghívást. Horváth Tamás polgármester elmondta, a több mint két évtizedes kapcsolatnak köszönhetően a két város megismerhette egymás kultúráját. Most már 20 éves kapcsolat van Lovrannal is, és a lényeg az, hogy minél jobban megismerjük egymást, és az, hogy közösen kulturális programokat rendezünk, hol a Lovránban, hol nálunk, kiállításokat rendezünk ott is, itt is, a mi kórusaink is mentek oda énekelni, vagy zenekarok, ők is jönnek ide, ezzel egy kicsit megpróbáljuk közelebb hozni a két nemzetet egymáshoz, és megismerni egymás kultúráját. A találkozó zárásaként a Lovrani Lovor kórus tagjai egy horvát népdalt is elénekeltek.